A Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetsége a hungarikumokat, illetve a magyar értékeket kutatja fel és azokat népszerűsíti, és hitvallásunk szerint a legnagyobb érték Magyarországon az a magyar ember, és itt képviselve van, ha jól tudomásom szerint, két magyar versenyző is. Régi támogatója az erős ember versenyeknek. Kérdezem, hogy lesz-e olyan versenyszám, ami zöldséggel fog most zajlani, magyar zöldséggel? Az idén nem lesz ilyen versenyszám. Úgy gondolom, hogy a tavalyi évben kapott a versenyszám elég vitamint, úgyhogy az idén a sportoló, illetve a sajtónak a vitamin ellátásáról fogunk gondoskodni, de bízom benne, hogy jövőre már ugyanúgy ismételten fogunk valami hungarikumot emelgetni. Milyen hungarikumra gondol? Mi az, amit be lehet építeni ön szerint ezekbe a versenyszámokba? Elsősorban úgy gondolom, hogy a makói CR, illetve a makói bronzvörös hagyma az erre az időszakra már kész lesz, és betakarítási állapotba kerül, ezért azt gondolom, hogy a jövő évben talán azt megpróbálhatjuk, illetve akár egy nemzetközi versenyre is, külföldre is kivihetünk egy ilyen versenyszámot, mivel hogy ezt a versenyt közel több mint 30 országban látják, akár a Eurosport, akár a Magyar Sport egy közvetítésein keresztül. Tehát mondhatjuk azt, hogy a világnak több mint felébe eljut a hírünk.